Szervuszko! Ebben a videóban Edith kérdésére válaszolok, ahol ő azt kérdezte, hogy az univerzum nem ismeri a nemet, tehát a nem szót. Bármire is gondolunk és érzéseket adunk hozzá, azt, mint jelet kiküldjük. Hála Istennek nem valósul meg mit. Eszembe jutott Jim Carrey, nek az Igenember filmje, akkor mindenki vígjátéknak hitte, pedig van alapja. Oké, okay. Nagyon jó kérdés, és én is, ahogy mentem át a több mint, nem is tudom, már 13 éves transformációmon, én is átmentem ennek különféle fázisain, és említek, vagy felhozok egy pár példát, hogy abból ti gondolom le tudjátok majd szűrni így ahol éppen vagytok, annak megfelelő üzenetet. A magas rögtű válasz az az, hogy van, ahol számít, viszont van, ahol nem számít. Mert adok két példát, ahol számít. Mikor mi egy értékrendet vázolunk fel magunkról, akkor nagyon számít. De mindjárt adok egy példát, elmagyarázom, az mit jelent. De nem szabad semmitől megriadni. Tudod, addig, amíg az ember nem botlik el, addig nem tudja, hogy ott volt valami, vagy egy bot, vagy a cipő, fűző, lóg. Tehát néha be kell vállalni azt, hogy az ember megbotlik. Néha be kell vállalni, hogy az ember hülyeséget mond. Néha be kell vállalni, hogy az ember magából bolondot csinál egy pár perc, és akkor azokon keresztül tudunk csak fejlődni. Az értékrendünk, ami úgynevezett ez a hőkövető rakétánk, az ott van éjjel-nappal, de nem mindig nyilvánvaló. Az értékrend az azt jelenti, hogy számunkra mi fontos. Akkor van ez a lista a kapcsolatunkra, az egészségünkre, az anyagiunkra, és akkor az életre általában. Tehát számomra az fontos, hogy. És még mi fontos? Az is fontos, hogy. És meg fogjátok látni, hogyha ezt a nagyon egyszerű gyakorlatot így elvégzitek, vagy belső elmélyi síkon, vagy papírra vetve, a válaszokat, amit kaptok, nagyon sokat fognak elmondani arról, hogy te mi mentél keresztül, nagyon sokat fog elmondani arról, hogy mi az, amit szeretnél, de félsz tőle, és ez a hőkövető rakéta, ahogy említettem, ez nagyon érdekes. Például mondok egy példát, mivel ezt már nagyon sokszor csináltam, és mondjuk a kapcsolatban lévő értékrendet föl kell állítani. Megkérdezed magadtól, hogy számomra mi fontos egy kapcsolatban. És akkor jönnek a válaszok. És még mi fontos egy kapcsolatban? És még mi fontos? Mondok egy pár példát, mert ahogy én is hallottam, ugye kliensektől, természetesen korábban magamtól is, mond az ember egy-két olyan dolgot, aminek eszméletlen fontossága van. A legtöbb ember azt mondja, hogy fontos számomra, hogy megértsenek. Fontos számomra az, hogy odafigyeljenek. Most ennyire megállok, hogy ne kelljen emlékeznem. Amikor valaki azt mondja, hogy fontos az, hogy megértsenek, akkor van egy olyan múltbeli történet, hogy engem nem értettek meg. Aki azt mondja, hogy fontos számomra az, hogy rám odafigyeljenek, annak figyelem hiánya van. És akkor ebben semmi rossz nincs, mert ez mutatja, hogy elvaratlan tudatalatti dolgok vannak. Elvaratlan pszichológiai dolgok vannak, ami tök jó, mert ilyenkor följön. Az ember legalább tudja, hogy hova irányítsa a figyelmét. Itt nagyon fontos például az, hogy ezt felfedezni, mert habár nem mondtuk ki a nem szót, nem akar, mert olyan, hadd mondjuk gyorsan valamit. Van olyan, hogy nem akarom a kapcsolatban, hogy többet bántsanak. Nem akarok narcisztikus kapcsolatban lenni.
Az azt jelenti, hogy te már voltál narcisztikus kapcsolatban, de nincs megoldva a benned lévő narcisztikus struktúra. Amíg a narcisztikus struktúrát magunkban nem oldjuk fel, addig tudat alatt bevonzuk a narcisztikus energiákat. És itt vagy meg tudjuk azt így gyorsan, ki tudjuk jelenteni ezt gyorsan, hogy hát mivel nemet mondtam a narcisztikusra, ezért jöttek be. Nem. A narcisztikus embernek van egy pszichológiája. Az a pszichológia az mélyen van, és az bennünk is benne van. Amíg az a mélyebb pszichológia meg a tudatalatti konfliktus halmaz nincs megoldva, addig mi bevonzunk a narcisztikus embert azért, hogy tanuljunk és magunkat gyógyítsuk meg. Jó? Tehát itt, mikor az értékrend van, mikor azt mondjuk, hogy mi fontos számunkra, akkor nem mindig evidens természetesen, de ott rengeteg nemes, nem vagy tagadó válasz jön fel, ami oké, okay, de az azt mutatja, hogy említettem, hogy itt megoldatlan cucc van. Jó? Viszont, ami nagyon kevés ember mond így, főleg az elején, hogy számodra mi fontos még egy kapcsolatban. Eddig még nem hallottam, csak mikor én coachingolok, akkor mondom az embereknek, hogy szeretet, barátok lehessünk. Legtöbben azt mondja, hogy együtt utazzunk, hogy együtt megértsünk. Az megint a meg nem értettségnek egy kompenzáció. Jó? Tehát itt nagyon fontos, mikor felvázoljuk az értékrendünket, mert abból kijön egy csomó olyan történet, amire rá kell világítani a lámpást és megoldani. Van még egy másik szitu, vagy egy hely, ahol nagyon fontos, és például amikor regressziót csinálunk. Minden ember csinál magán regressziót szinte 24 órában. Regresszió annyit jelent, hogy visszamegyünk a múltba, és egy múlt eseményt áttekintünk. De a legtöbb ember úgy tekinti át a múlt eseményt, hogy ugyanazt a következtetést vonja le. Azt mondja, hogy hát ide se jövök többet, ezt a sok seggfejet, ezt a sok barmat, hát itt ebbe se tudok bízni. Ezek mind negatív, úgynevezett nemleges kijelentések, és az a bizalmatlanság, az az energia, az újra fog termelődni. Nagyon fontos ezért ismerni a nyelvezetet, de nem minden nemleges energiának van olyan a foganatja, vagy olyan hatása, mint az ember hiszi. Ez engem is nagyon érdekelt régen, mert 2010-ben, mikor valamelyik első ilyen mentoromtól tanultam, San Diego-ban voltam, akkor ott éltem, és ő mondta, hogy a nemleges, tehát a negatív gondolatok szinte csak a töredéke intenzitásban a pozitívaknak. És ez azért jó, mert az ember azt mondja, hogy hát ide se jövök többet. Ez nem azt jelenti, hogy ide is fogok többet jönni feltétlenül, hanem azt jelenti, hogy kijelentettük, elkaptunk magunkban egy úgynevezett tagadást, egy elutasítást, és akkor azt át tudjuk úgy vizsgálni, anélkül, hogy a manifestáció mint egy hatalmas negatív vagy egy pofonként jelenne meg az életünkben. Tehát a negatív gondolatok, a nemleges gondolatok, az elvaratlan gondolatok sokkal kisebb energiában és sokkal lassabban manifestálódnak, mint a pozitív. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell őket elengedni, csak ez jó tudni, ez nekem nagyon sokat segített. A regresszióban az a lényeg, hogy visszamegyünk, átvizsgálunk egy történetet több szemszögből. Erre én csináltam, vagy kialakítottam rengeteg nagyon jó, nagyon precíz technikát. Tehát a mérnöki hátterem az nagyon segített ebben. Mert a tradicionális regresszió, amikor csak átnézzük, meg bemegyünk oda a történetbe, annak vannak hiányosságai. Majd erről fogok videókat csinálni. Találtam egy nagyon szimpatikus, kedves magyar fiatalembert, aki bevállalt, hogy segít ilyen interjú szinten kérdezek felelek videókat készíteni, ennek nagyon örülök. Egyszerűbb nekem egyébként. És a regresszióban, amikor visszamegyünk, az a lényege, tehát így a technikai lényege, hogy a pozitív tanulást elsajátítani. Mert ott akkor ott volt, hogy bántottak, meg hiszti, meg tudod, hát ismered a sztórikat, de a legtöbb ember nem tudja ezt a pozitív nyelvezetet magától csinálni, ezért kell a mentor, ezért kell egy coach, vagy egy tapasztalt terapeuta.
Mert amikor azt mondjuk, hogy visszamegyünk mondjuk egy régi szituba, és akkor azt mondjuk, hogy hát látom, már azt tanultam meg, hogy apu mérges volt, azt is megtanultam, hogy nem szabad magunknak pont. És mikor ilyet mondok, hogy nem szabad, annak semmi baja nincs vele. De akkor be kell azt a mondatot úgy fejezni, hogy de mi az, amit szabad. Tudod, nem, semmi gond azzal nincs, mikor azt mondjuk, hogy nekem ez már nem kell többet. Oké, ennek van értelme. De befejezetlen a gondolat, és azzal tud befejezni, hogy te akkor mit szeretnél. És bármennyire triviális, meg fogod látni, hogy marha sok embernek nincs meg a szókincse, hogy kimondja, hogy mit szeretne. Nem szeretném, hogy bántsanak. És mit szeretnél? És akkor így, mintha megrekedne az egész, és akkor én tudom azt, hogy ez csak transformációval, meg segítséggel lehet elérni. Hát azt szeretném, hogy szeressenek. Azt szeretném, hogy magam tudjam szeretni. Azt szeretném, hogy ne legyen önbizalom hiányom. Azt szeretném, hogy önbizalmam legyen. Én érdekes. Nem baj, ha kimondjuk mind a kettőt, csak ez a rész hiányzik, a pozitív rész. Ha csak ezt mondjuk ki, ez egy másik egótrükk, ha csak azt mondjuk, hogy gazdagság, bőség, vagy önbizalom túlhárangásba legyek, az azért nem tud működni sok embernek, mert a megoldatlan múltbeli ellentéteket, vagy az ellenkezéseket nem oldotta még fel. Azért jó, hogyha, azért mondom, mindig old fel, és utána tedd át magad, így képzeld el, hogy mi az, amit szeretnél. És akkor az elkezd jönni. De ez meg egy teher, ez lehúzza. Tehát olyan, mint a kocsinak négy kereke van, tudod, mind a négyre szükség van. Kell tudni, hogy mi az, amit nem szeretnél. Ezeket meg kell gyógyítani, mert ha ezek megoldatlanul maradnak, akkor visszahúznak, enélkül meg nincs előrehaladás. Jó? Tehát itt is nagyon fontos a regresszióban, és nagyon fontos az a pozitív pszichológia, vagy a nem szónak a használata, és annak az ismerete. De vannak olyan esetek, amikor abszolút nem számít. Például mondok egy példát, hogy nem tudom, említettem-e már. Ez olyan ártatlan példa, de tényleg nem tudom, hogy említettem, már nem emlékszem. Ezzel most én manifestáltam azt, hogy tudom, vagy manifestáltam azt, hogy innentől kezdve nem fogok emlékezni dolgokra? Nem. Ez csak egy egyszerű kijelentés, nem tudom, említettem-e már. Én nagyon sok évig tanultam az Erikson, Milton Erikson, től hipnózist, és az úgy nézett, hogy Ericksonian hypnosis. A Milton Erickson az a világhírű hipnotista volt, itt lakott Phoenixben, nem is a messze tőle. És ő nagyon sokat csinált olyan típusú hipnózist, amikor a nem, ezt a nem szót, vagy a nem energiát használta. És ez azért fontos, mert a legelején az emberek nem értik, nem tudja az elme befogadni, hogyha csak pozitívról beszélünk. Ha valakinek rengeteg traumája van, annak nem lehet azt mondani, ilyen motivációs, tudod, ilyen ugri-bugri szinten, hogy minden jó lesz, és fókuszálj jóra. Nem tudsz fókuszálni jóra, mert a megoldatlan traumáid szadiznak, és a megoldatlan traumáidnak meg ott van az életcélhoz vezető szükségessége, és az azoknak a göröngyösségén keresztül tudsz csak eljutni az életcélhoz. Tehát a Milton Erickson például azt úgy csinálta, hogy nem tudom, hogy gondoltál-e már arra, hogy milyen annak az embernek, aki ezt még nem hallotta. És ezek a nemek, ezek teljesen azonosulnak egy úgynevezett elmével, ami még úgynevezett a negatív világban él. 98% az emberiségnek és az emberi elme a negatívra fókuszál. Ezt ők nem tudják. Úgy jön ki, hogy elegem van ebből, nem akarok már beteg lenni, nem akarom a szomorúságot. Hát akkor engedd el a szomorúságot, annak van egy technikája. És amikor elengeded a szomorúságot, akkor mit akarsz? És akkor itt már megszűnik az irány.
Ezért, mikor kérünk valamit, nagyon fontos tudni, mi az, amit nem akarunk, de helyette mit szeretnénk. Mind a kettő fontos. Ezt el kell engedni, ezt pedig meg kell teremteni. Tehát ennek tudatában kell lenni. Jó? Tehát nézzük meg egy pillanat, hogy van-e még esetleg más. Én mikor hipnózist csinálok, főleg ilyen olyan kliensekkel, akik még az elején járnak az útnak, akkor én használok ilyeneket. Tehát én nagyon szépen finoman tudom az ő pszichológiáikat, és akkor tudom az ego pszichológiáját, és ez a nemre fókuszálás, ez nem azt jelenti, hogy rossz, hanem ez az egónak az ellenállását is segít lecsökkenteni. Jó? Oké, köszönöm szépen, ha bármi kérdés van, akkor szívesen válaszolok. Szervusztok, további szép napot!